A humoristák is nehéz helyzetbe kerültek a koronavírus miatt. Rengeteg fellépés maradt el, ráadásul új helyzettel találják szembe magukat a nyitás után, hiszen a közönség mentális egészsége is változott a karantén alatt. Az új helyzetről Aranyosi Péterrel beszélgetünk. Aki itt van már velem szemben, és nincs a telefonja. Nagyon jó gyorsan, esti. Nagyon melegváltásba a két hölgy. Kiugrott, én beugrottam. Jól csináltad. Tegnap volt az első előadásatok. Igen. Mikor volt az utolsó? Az utolsó nekem november 4-én volt, azt hiszem, és most május. Na most ez a november 20-valahanyadikai előadást tettük át januárra, a januárt márciusra, és a március tegnapra, úgyhogy a Badár Sanyival sikerült megoldanunk. Milyen volt? Hogy sikerült? Nagyon-nagyon nagy volt a kihagyás. Nagyon hosszú volt a kihagyás. Az első, hát a közönségnek is. Ugye, azt nem tudom, tudjuk-e, de hát csak oltási könyvvel lehet jönni előadásokra. Úgyhogy hát a 240 fős Duma Színházban olyan 160-an voltak, akik eljöttek. Na most, hogy azért, mert nem volt oltási könyvük, vagy azért, mert már a 34. áttét dátumot már nem tudták követni, de hát 150 néhányan voltunk, és hát nincs tömegszihóz is. Tehát azért nehéz volt. Ezt hogy éltétek meg? Tehát volt előtte egy kis félsz, tehát mondjuk féltetek attól, hogy nem mennek el az emberek? Attól én nem féltem, én úgy voltam vele, ha eljönnek, akkor megszórakoztatjuk őket, úgyhogy ezzel nem volt semmi. Akkor mit a félsz? Én attól féltem, hogy ami be is jött, hogy nehéz lesz az első fél óra, ami így is volt. Úgyhogy készült. Azért ültek a poénok, vagy. Azért, mert mindenki azért 7 hónap után, vagy 8 hónap után, mi is, és a közönség is, egy ilyen kis drukba volt, hogy úristen, itt vagyunk. Jaj, régen is milyen jó volt ez. Ugye szét volt a kültetve. Ezen is lehet poénkodni, gondolom, mert nem voltam ott, nem tudom. Megtettük, de mégis nekünk is kellett, hogy egy kicsit beinduljon a gépezet. De hát ez odáig működött, hogy most jöttem be ide a székházba, és hát Elsimon László meg Mesterházi Attila. Itt voltak? Igen, itt voltak. És tudod, az ember már rögtön kapcsolat, mint humorista, szóval nem tudod lelőni, és mondom, jó estét kívánok, mondom, szevasztok, mondom, még szabad lábon, és röhögtek. Na, majd mindjárt erről is beszélünk, mert a politika mennyire témanálatok, a Covid mennyire volt most témanálatok, és mennyire lesz? Ez most egy Mint egy olyan élmény. Színház, vagy egy olyan humortársulat, aki a történések ütőerén tartja a kezét. Természetesen mindenkinek van egy Covid blokja, mindenki elmesél, hogy milyen volt a Covid alatt, milyen volt otthon, milyen nehéz volt. Ugye én azt szoktam mesélni, hogy a gyesen voltam otthon. Főztem, mostan takarítottam, csak nem szoptattam, de tulajdonképpen... Meg vértattál. Vértatta azért folyamatosan. Azért emögött van ugye egy óriási tragédia, rengetegen haltak meg, és rengeteg család gyászol. Ezt hogy tudjátok humorral kezelni, vagy nem kezelni, nem ezt akartam mondani, van határ, amikor mondjuk lehet már sértő a humor, és van, amikor meg nyilván muszáj róla beszélni. De nem dolgunk nekünk. Tehát nekünk nem dolgotok? Nem dolgunk az, egy humoristának nem dolga, hogy szomorú legyen. Tehát senki nem azért jön egy humorszínházba. Nem a szomorúságra gondoltam, hanem az, amit mondtál az elején, hogy nem mertek, nem ültek a poénok, nem mertek. Tehát nem a haláleset miatt nem ültek, nem a halálesetek miatt, hanem mert 8 hónap kimaradt, és 8 hónap mindenki otthon volt, ideges volt, feszült. Most is azok, hiszen még nincs vége ennek az egész történetnek, és még nem tudják, hogy mire pörök ki az élet. Nem is jön, biztos, hogy vannak azért nem jött el, hogy hát, mégis tömegben még nem akar lenni, ki tudja, hogy ér ez az oltás valami. Tehát sok emberben sok minden benne van. Na, politika mennyire ül rá a humorra? Mindenre ráül, lehet-e politika nélküli humorizálni? Van-e politika nélküli humor szerinted? Vagy nincs, mert akkor már megalkuvás? Nincs. Hát valaki érinti csak éppenséggel, valaki pedig csak erről beszél. Vagy műsorának 80% a politika. Én az vagyok, aki 20%-ban politizálok. Bár mivel én foci rajongó vagyok, úgy tűnik, hogy a foci miatt politizálok, akkor maradjunk ennyibe. De nem. De azt a 20%-ot azt egy eldöntötted, vagy kikerülhetetlen. Kikerülhetetlen. De hogyha politizálsz, meg még viccelsz is fel, akkor már is ott van a bélyeg, hogy mondjuk milyen oldali vagy ezzel foglalkozol, vagy ezzel egyáltalán nem foglalkozol. Kollégán, Kovács András Péter, neki van egy poénja, azt hiszem az övé, elnézés, ha másért. Neki van egy ilyen poénja, hogy dumált a színpadon, és azt mondta, hogy mi humoristák nem politizálunk, mert abban a pillanatban elveszítjük a közönség 50%-át. És egy pali így felszólt, hogy a kétharmadot. De hát azért a politika nagyon ott van köztetek is. Tehát abszolút. A politikai megosztottság egyébként mennyire szedte szét ezt a szakmát szerinted? Nem kell a szakmába, tehát akivel
régen is jobban voltam, azzal most is jobban vagyok, és akivel régen nem voltam jobban, azzal most. Tehát a politika ebből a szempontból nem állt belénk. Aha. Sem a Duma színházon belül, sem a nem Duma színházas csapattagokkal, tehát ugyanúgy beszélgetünk. Nincs ezzel. Ez nincs, nem. Ha barátkozunk, az nem politika alapon van, hanem szimpátia alapján, semmi más. Arra gondoltam, hogy mondjuk Fábri Sándor nagy támogatója volt Bödöcsnek, ott volt az esküvén, és aztán ja. Mégsem. Tehát, hogy azt mondta, hogy nincs hozzá kedvem, hogy elmenjen egy közös interjúra. Azt hiszem, hogy akkor talán Heti Választnak adtak volna egy közös interjút. Tehát azért vannak köztetek is ilyenek. Ez egy másik ügy. De hát, jó, nálad nincs. Nálam nincs. Hát én ugyanúgy elmegyek a Fábri műsorába, és ugyanúgy elmegyek Tibikéhez is meginni valamit a mindegyhol. Szóval nem, ez nem probléma. Van olyan, hogy magyar humor, ami ránk jellemző, amire csak itthon reflektálunk úgy, ahogy ami speciális ránk jellemző? A magyar humor az mindig egy kicsit, ugye azért, a magyar humor, hát mióta van magyar humor, mondjuk 150 éve, amióta mondjuk a Bombonér kabaréba föllépett egy Nagy Endre nevezetű hebegős ember, és ugye míg pakoltak a bohózathoz, addig ő szóval tartotta, és ugye Kellér Dezső vett át tőle, tehát az 1908 óta van igazándiból magyar humor. Az a magyar humor, ha már ilyen keretek között vagy épületben, az a magyar humor, amikor egy kicsit így a sorok között így elbeszélünk, tudod? Tehát amikor egy kicsit így kikacsintunk. Azt kell mondjam, amit mondtam neked, hogy El Simon László, meg odaszóltam ugye az MSZP-snek, hogy még szabad lábon vagytok. Tehát ez szerintem ez a huncut magyar. Én úgy gondolom. Mi lehet ennek az oka? Azon gondolkoztál már? Hát a hatalmasságok. Mindig voltak hatalmasságok. 40 év? Nem. Hát nem, hát kiegyezés előtt is meg kellett húzódni, kiegyezés után olyan pártok voltak, most ebben nem megyek velem történelemszakosként, amikor túlnyomó részben mindig az egyik párt adta a képviselők javarészét. Tehát mindig volt egy ilyen összekacsintás, tudod, hogy aha, persze, hogy ne, persze. Ez a magyar, persze, jó, hogy ne. Mondja csak, jó barát, hogy ne. Na Péter, azt mondja csak még el nekünk, igen. Hogy tegnap volt az első. Tegnap volt az első, Badár Aranyosi közös est, ugye ez 3 éve megy, illetve hát most már kimarad, így 2 éve megy, de 1 év kimaradt, és most már minden gőzerővel elindul, amiket sikerül megtartani, tehát a közönség visszajelez, nagyon sok a lányoknak a munkája, hiszen ugye ők e-maileznek folyamatosan a közönséggel, hogy hát el tudtok-e jönni, nem tudtok-e jönni, van-e oltási, szóval nagyon sokat dolgoznak vele az irodista lányok, és ha összetudnak annyi embert trombitálni, akkor meg fogjuk tartani az előadásokat életre halálra. De mikor lesz a következő, mert csak azt nem mondta. Most is van ebben a pillanatban, ennyi az idő. Ja, tehát folyamatosan a Duma Színház életre halára dolgozik, tehát amit össze tudnak kalapálni, az megvan. Nekem én jövő héten hétfőn fogok fellépni, majd pedig milyen érdekes szombaton már Svájcban. Külföldésben. Nagyon sokat utazol, Péter, igen. Köszönöm, hogy jöttem. Szívesen. Csókolom. Az adás után mindjárt jön a Jakubcsek Plusz, Gabi már is mondja a részleteket. Köszöntelek téged és az Egyenes Beszéd mai nézőit is. Sikeres vagy éppen kudarccal végződött párterápiákkal indítjuk az esténket, mégpedig elsőként a Belmondó Együttes frontemberével és feleségével, akiknek lehet, hogy éppen egy tévéműsor mentette meg a kapcsolatukat. De azzal a párral is találkozhatnak, akik viszont egy zarándok úton találtak újra egymásra. Aztán kivesézzük a Covid utáni nyitás részleteit, mégpedig az egyik legpatinásabb étterem tulajdonosával, a fesztivál és esküvő szervezőkkel, valamint a még mindig korlátok közé szorított zenészekkel. Szóval újra bimbózó kapcsolatok, valamint lagzik és haklik mindjárt itt a Jakubcsek Pluszban. Én pedig kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, találkozunk holnap este is, viszontlátásra, jó éjszakát!